1-én reggel a ragyogó napsütésben megtelt a vár Parkasárvári civil szervezetek és intézmények tagjaival. 5 évvel ezelőtt 5 fával kezdődött a májusfák tömeges állításának hagyománya. 2014-ben 25 fának fúrtak lyukat, hogy Guinness rekord születhessen, ami természetesen sikerült. Azóta pedig évről évre nő a fák száma. Idén 50 fa állítására várták a vállalkozó kedvűeket. A kijelölt szám apropója, hogy idén ünnepli Sárvár modernkori városá avatásának 50. évfordulóját. Az előkészületek már napokkal korábban elkezdődtek. A Városháza munkatársai segítségével megérkeztek a fák a helyszínre, a Sárvári vár előtti térre. Május 1-én pedig 10 órakor kezdetét vette a nagy faállítási ceremónia, amelyet Kondora István polgármester és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója vezényelt le. Mindenki letisztította a fenyőket, majd szalagokkal és saját szervezetére jellemző jelképekkel díszítette fel azt.
miközben egymás után helyükre kerültek a fák, a zenészek és kórusok, nem csak magukat, hanem a közönséget is szórakoztatták. Az előre kifúrt lyukakba először az ovisok és szüleik helyezték el májusfájukat, az óvónénik és egy óvóbácsi segítségével. Őket követték a sárvári iskolák képviselői, majd a sárvári oratórikus kórus tagjai. A kórus egy különleges fát állított, amelyet a megszokott, a zene szeretetére utaló díszek mellett sok-sok kéz díszített. A kéz az ötöst formázza, hogy 5 évesek lettünk, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő motivum. A most induló promóciós kampányunk, ami a június 24-i jubileumi koncertünknek is a központi alakja, ez az ötöst mutató kéz, ezt próbáltuk már a mostani fára is felapplikálni. Milyen egyéb programokkal, koncerttel készül az oratórikus kórus, mit várhat a közönség? Igaz, mi még csak 5 évesek vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy a mögöttünk álló 5 év nagyon tartalmas 5 év volt, mint a repertoár számában, tehát a megtanult dalok számában, mint a koncertek mennyiségében, és úgy gondoljuk, hogy méltóképpen kell ezt megünnepelni, ezért nem csak egyszerű koncertet adunk, amire esetleg más kórusokat meghívunk, vagy vendégeket, hanem egy két etapos, tehát egy hosszú, két felvonásos zenés műsorral készülünk, amelyet több meglepetéssel, most azt nyilván nem mondom el, ami inkább szeretnénk már most meghívni a sárváriakat, tehát aznap este, június 24-én este 9 órától a Posta téren nyilvános partit, egy diszkot, amelyet Takács Ferenc DJ fog tartani a sárváriaknak. Erre hívnánk mindenkit szeretettel már most. A legnagyobb fát, megfelelve a kialakult hagyománynak, 2018-ban is a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjai állították. Szakértelemmel, de mindig nagy izgalmak közepette sikerül a valóban nehéz és megerőltető művelet. A rendezvényre általában jellemző a nagyfokú segítőkészség és odafigyelés, ugyanis mindenki segít mindenkinek a nehéz pillanatokban. Így volt ez idén is. Idén is a Hagyományőrzési Íjász Egyesület állította a legnagyobb fát, 14 métereset. Minek köszönhető ez? Talán itt vannak a legerősebb, legizmosabb egyesületi tagok? Hát talán igen, de ugye minden éven mi állítjuk a legnagyobbat. Ez valahogy egy hagyománnyá vált, úgyhogy szerintem rajtunk maradt, mint azon a bizonyos állaton a füle. Úgyhogy szerintem jövőre is mi fogjuk állítani a legnagyobbat. Mennyire aktívak ilyenkor a tagok? Nagyon. Hát a magja itt van az egyesületnek, azt mondhatom, úgyhogy lényeg az, hogy mindenki itt volt. Nagyon sűrű a program, hiszen a jövő hétvégén is egy újabb eseményre készülnek az egyesületi tagok. Így van, Nádasdy Kupa lesz jövő héten, a harmadik Nádasdy Kupa sorozat, és ez az országban 4 helyszínen fog részt venni, úgyhogy Sárvári az első. Tehát mi fogjuk jövő héten kezdeni 10 órakor, május 5-én 10 órai kezdett el. Reméljük nagy létszámmal. Érdeklődőket várnak-e? Így van, várunk érdeklődőket, nézőket, mindenkit. Egy óra alatt sikerült a fák felét 25-öt felállítani, és erre az időre már a Várhídja is megtelt érdeklődőkkel. Mind a résztvevőket, mind a közönséget május 1-jéhez illően sörrel és virslivel várták. Az idei városborát Mészáros Róbert sárvárhegyközségi pincészetéből származó októberi szüretelésű rizlingborát is megkóstolhatták a majális résztvevői. Közben pedig egyre magasodtak az újabb és újabb májusfák, köztük a 24-es asztaltársaság különleges fája, hiszen egy asztal és teríték is került a fa köré. Minden asztal minden vendéglőben meg van számozva. Ez a 24-es számú asztal, ahol egy nagyon kedves baráti társaság verődött össze, és tényleg kivétel nélkül minden nap megtisztelnek bennünk. Teljes bizalmukba férkőztünk, hogy így mondjuk, amivel nem élünk vissza természetesen. És tele van kreatív emberkével ez a kis baráti csapat. Ennek is köszönhető volt ez az egész, mert értelmi szerzője a Norbi volt, és át is adnám a szót, hogy honnan jött neki mindez. De jössz! Honnan jött az ötlet, hogy egy asztallal díszített májusfa kerüljön felállításra? Hát a hétköznapokban jobbára minden nap délben a közös ebédünket így a barátokkal az Andrásnál a Várkapu vendéglőbe fogyasztjuk el, és valamiért így az évek során kialakult, hogy a 24-es asztal így foglalt számunkra, és ugyanígy ez az ötlet ennél a 24-es asztalnál született, egyik délben egy húsleves és egy rántotta közt.
A legtöbb májusfán valamilyen formában megjelent az 50-es szám, jelezve, hogy Sárvár újkori városá avatásának 50. évfordulóját ünnepli. A Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület tagjai is egy nagyon különleges fával készültek, ráadásul első alkalommal vettek részt a májusfa állításon. Hát szeretünk volna egy kis különlegeséget belevinni ebbe a mai napba. Úgy gondoltuk, hogy ha már fa, egy májusfa, akkor feldíszítjük, mint egy horgászbotként, amin ugye láthatjuk stilizálva tulajdonképpen a horgászorsót, egy Kinizsi egyesületi logóval, a gyűrükkel, amint a horgászbotokon is ugye szerepel van, és a végén egy úszós horgászbotról van szó tulajdonképpen, és egy aranyhallóg a horgon. Mennyire volt aktív a csapat, hogy fogadták az ötletet? Hát mikor megkaptuk a felkérést, a polgármester úrtól nagy örömmel vettük, és hát a csapat nagyon lelkes volt, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetünk, köszönöm szépen. Javában tart a horgász szezon, kell-e valamilyen versenyre számítanunk, készülnek-e valamire? Igen, egy csomó verseny lesz, de most a legközelebbi május 19-én lesz az egyesületi családi nap, és egyesületi horgászverseny is egy egybekötve, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A legnagyobb lelkesedés az 50. fa felállítását övezte, szinte mindenki részt akart venni a felállításában. Én azt mondtam itt a nagy érdemű közönségnek, hogy az 50. fa minden sárvári polgárnak a szándékát, akaratát, jó indulatát,
jelképezi, mert hiszen mindenki nyilván nem tud részt venni ebben az akcióban, de óriási öröm számomra, hogy végig az idő is jó lett, a szél is elállt, és valóban időben balesetmentesen föl tudtuk állítani a fát. Egyúttal jelzem azt, hogy jövőre valami visszaszabályozást kell majd indítanom. Amikor elindult annak idején ez a csoportos májusfaállítás, gondolta-e volna a polgármester úr, hogy ekkora sikere lesz, hiszen ma már 50 fát állítottunk? Nem is az 50 fa izgatott engem annyira, persze az 50 éves várossá avatás jubileum alkalmában ez egy nagyon szép gesztus, és valahogy össze is kapcsolódik a két gondolat, hanem elsősorban az, hogy a közösségek hogyan tudnak együtt, egy helyen, mindenféle protokollár és feszültség nélkül, ahogy körülnézünk, jól érezni magukat már 9 órától, most pedig dél van. Tehát elsősorban ez izgatott, és az is, hogy vajon akik eljönnek csak nézni, őnekik is egy jó kis szórakozás az, hogy itt együtt vagyunk. Persze volt városbora, vésli, sör, ami ilyenkor azért dukál, de én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy volt 50 közösség, aki készült erre lelkileg, és a mai napon egy fizikai aktivitással részt vett, és hát még legalább annyi, nem tudom, 1500-2000 ember volt itt jelen, akik részesei voltak ennek a mai ünnepnek. Benkő Sándornak, a Sárvári Fotóklub elnökének a javaslatára, a kivágott fák jelképes pótlására és a város 50. évfordulójára a képviselőtestület egyetértésével a májusfa állítási ceremónia után szintén a vár parkjában töltyfát ültettek el Kondora István polgármester vezetésével. A polgármester és Benkő Sándor vállalták, hogy a fa megeredéséig felváltva naponta megöntözik a facsemetét. A faültetés után aztán ismét az 50 május fáé lett a főszerep, amelynek tövében együtt piknikeltek, énekeltek a civil szervezetek. Hát az a helyzet, hogy én nem gondoltam volna, hogy ide érkezünk 9:30, és még nincs 12 óra, és áll a fa. Ez számomra azt jelenti, hogy nagyon komolyan vette minden közösség a felkérést, sőt volt, aki bejelentkezett, és úgy jött ide, hogy ő is szeretne fát állítani. Tehát komolyan vették a jubileumi 50-et, komolyan vették saját magukat, és komolyan vették a városukat, azt a települést, amely mindannyiunk szíve közepén ott dobog. A másik, hogy ez egy fantasztikus összefogás volt, hogy egymás segítettük, tehát nem egymás mellett, hanem egymással közösen tettük fel a fákat, vagy ültettük el a fákat. Nem mentünk haza, amikor mi már végeztünk, hanem mindenkihez oda mentünk, és mindenki segített mindenkinek. A harmadik, ami talán a legfontosabb, hogy a jó idő, a jó közösség, valóban azt mondom, hogy egy jó alkalmat, vagy egy jó atmoszférát adott ahhoz, hogy méltóképpen emlékezzünk meg az idén 50 éves városra, és most van, hogy a szlogen is mondja, valóban átléptük a jövő kapuját, így közösen, kézen fogva. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló, hogy májusban májusfaliget köszönti a város polgárait és vendégeit a Nádasdy vár előtti téren. A májusfaliget egy hónapon át lesz a város látványossága, majd szintén a néphagyományok szerint kitáncolják azokat állítóik.